szó volt arról, hogy nem is tudom, mert kinél esett szó arról, hogy a bűnös lelkek, vagy az ember, hogyha a hibázott, a védkedett, hogy jó el kell tegye valahogy a hibáját, és egy olyan körkérdést szeretnék elindítani, hogy mit mondanak az egyes vallások, az egyes hitek, arról, hogyha valaki vétkezett és hibázott, és méghozzá nem kicsi bűnt követett el, akkor ez hogyan tudja jóvá tenni, vagy milyen jóvátételben reménykedhet. Most ugye minden napi szinten megéljük azt, hogy hibázunk, kisebb-nagyobb, szeretjük azt gondolni, hogy kisebb, de lehet, hogy nagyobb dolgokban, de mondjuk tényleg akár mondjuk valaki, aki olyan vétket követel, vagy amilyet börtönbe kerül, és ott akár éveket kell eltöltenie, vagy rabol, gyilkol, meg súlyosabb dolgokkal is gondolhatunk itt, és mit tanít az önök vallása, vagy hite, mit mond arról, hogy hol van itt a, milyen jóvátételt remélhet ez az ember, vagy mit kell tennie azért, hogy vezekeljen, milyen kegyelmet vagy irgalmat kaphat, hol van a határa, vagy a lehetősége megbocsájtásnak, akár ember-ember felé, akár az Istennek, a feljebb valónak, az ember felé irányuló megbocsájtása. Én elég analitikus elme vagyok, úgyhogy ilyenkor zavarba vagyok, mert itt fel lett dobva a kérdés, a bűn, mint egy vallás etikai probléma, és a legkülönbözőbb irányokból közelítünk ehhez, vagy közelítettek a vita partnerek, de tulajdonképpen itt ebben több kérdés van, hogy hogy kezeli az ember a saját bűneit, hogy kezeljük egymás bűneit, vagy hogyha sérelem ér bennünket, hogy kezeljük társadalmilag a bűnt, és hogy van a bűn kérdése ember és Isten között. Ez mind a négy nagyon érdekes kérdés, és nekem van hajlamom így belemenni nagyon apró részletkérdésekbe, és a múltkor valaki elkövette azt a hibát, hogy e-mailbe feltett nekem egy egymondatos kérdést. Ez úgy szólt, hogy ha én azt szeretném, hogy Isten lebegtessen egy követ, és így bizonyítsa be magát nekem, akkor ezt miért nem csinálja meg? Ezen elkezdtem gondolkozni, az eredmény az lett, hogy írtam neki egy 11 oldalas teológiai elemzést a kérdésről. Ez mind a mai napig elérhető, nem ajánlom senkinek. Nem akarom eltéríteni a témát, csak arra akarok utalni, hogy ezek nagyon, nagyon mély kérdések. Én mivel ugye a köznapi élet szintjén beszélünk, és Dóra azt kérte, hogy legyünk praktikusak, akkor leginkább most azt a kérdést címezném meg, hogy viszonyuljunk mi a másik emberhez, aki bűnt követett el, és különösképpen akkor, hogy viszonyuljunk a másik emberhez, hogyha velünk szembe követte volna el a bűnt, mert ez a legnehezebb kezelni. Könnyű megbocsátani valakinek a bolygó másik felén, aki csinált valamit, sokkal nehezebb, amikor bennünket érint. A mi szentírásainkból hadd hozzak fel egy életszerű, hát inkább dramatikusan túlzó példát, remélhetően a mi életünkben ilyen súlyú nincs, de a tanító jellege így még erősebb. Egy harc robbant ki Arjuna és Aswatthama, illetve ő táboruk között. Ez a Mahábhárata-nak az egyik története, a leghíresebb indiai vallásos eposz. És az történt, mind a ketten nagy harcosok voltak, de Aswatthama és a csapata vesztésre állt. És Aswatthama azt csinálta, hogy éjszaka belopózott Arjuna és a társainak a táborába, és ott volt Arjunának a felesége is, Draupadi, és az öt gyermekük ott aludt. És Aswatthama bement, és az éjszaka kellős közepén lefejezte az öt gyermeket. Gondolva, hogy ezzel a nagy stresszt okoz, hogy akkor Arjunaék fel fogják adni a küzdelmet, és ezután elmenekült. Ugye végtelenül drasztikus tett. Na most itt jönnek a nagy etikai dilemmák, mit csináljon Arjuna, hogy gondolkozzon, mit csináljon Draupadi, hogy gondolkodjon. Ugye az akkori törvények szerint, és egy ilyen trónviszály van itt a két tábor között, automatikus lenne a reakció, hogy el kell fogni, és meg kell ölni, mert ez minden határt felülmúl. És Arjuna el is fogja Aswatthamát.
és odaviszi Draupadi elé, a felesége elé, akinek most halt meg 5 gyereke, végtelenül drasztikus körülmények között. És kérdezi, hogy most mit csináljunk. És Draupadi ezt válaszolja, ezt kiírtam, ezt a verset, szó szerint. Nem tudta elviselni, hogy Asvatámát megkötözve látja, és mivel rendkívül odaadó hölgy volt, így szólt. Engedd szabadon, hiszen Brámana a lelki tanítómesterünk, vagyis Asvatáma egy lelki tanító is volt, aki egy nagy hibát követett el. Uram, ne hagyd, hogy az ő édesanyjam is úgy sírjon, mint én. Fiaim halálát gyászolom, és nincs szükség arra, hogy ő is szüntelenül sírjon, ahogyan én. Szóval az emelkedettségnek egy nagyon magas példája, amikor valakit ilyenfajta sérelem ér, ilyen megrázkódtatás, ilyen erőszak valaki másnak a részéről. Hallottam egy modern történetet is ezzel kapcsolatban, egy keresztény közösségbe valami őrült ember betört, egy ilyen közösségben élő faluba, megölte egy kislányt, és akkor összejött a falunak a vezetése, hogy mit csináljanak, hogy reagáljanak. És az eredmény az lett, hogy úgy határoztak, hogy elkezdik anyagilag támogatni a gyilkosnak a családját, mert milyen nehéz lehet most nekik. Szóval, hogy a vallásos embernek ez egy kötelessége, hogy próbáljon felülemelkedni ugyanezen a vendettán, a vérbosszún, a zsigeri reakciókon, az agresszión, ami belőlünk jön, ami az anyagi létnek egy betegsége. Mondom, most egyéni szinten beszéltem, és arról, hogy mi, hogy reagáljunk a nehézségekre, és azt is mondhatnánk védikus szempontból, ugyanúgy a karma törvénye tanítása szerint, amiről hallottunk, hogy a buddhizmusban is jelen van, tulajdonképpen igazságtalanság nincs, nem történik. Nincs olyan. Felszínen lehet, hogy úgy tűnik, most nem csináltam semmit, amiért ezt érdemlem, de valamikor a múltban, ebben az életemben, korábbi életeimben, ugye itt mi a lélekvándorlás gondolatában is hiszünk, csinálhattam valamit, aminek az egy következménye, amivel most szembesülünk. Most akkor kire haragszom igazán? Az emberek, akik elhozzák nekünk a jót és a rosszat, csak postások, akik készpesítik nekünk azt, amit előző életünkben feladtunk. Nem lehet rájuk haragudni, nem jók és nem rosszak, minden tökéletesen igazságos ebben a világban, egy magasabb nézőpontban. És hogyha valaki így tudja látni a világot, akkor rögtön jobban meggondolja, hogy most haragudjak, reagáljak, viszonozzam, visszaüssek, vagy pedig gondolkodjam, hogy mit tehettem én, és elnézést kérhetek magamban, mit tehettem én ez ellen az ember, mások ellen, amiért most ez történik velem, és megfogadhatjuk, hogy a jövőben nem akarjuk csinálni. Zoltán nagyon helyesen rámutatott, hogy itt elválik egymástól, ahogy felsoroltam a 4 pontunkat. Mit kezdünk a saját bűneinkkel, mit kezdünk egymás bűneivel, mit kezdünk a bűnnel, mint egy társadalom, és hogy működik a bűnnek a kezelése ember és Isten között. És egy külön másik kérdés, a védikus irodalom mind a 4 szintet kezeli, mind a 4-gyel kapcsolatban ad iránymutatást. Én arról a szintről beszéltem, amikor velünk a mindennapokban történnek rossz dolgok, és itt a védikus irodalom nem támogatja és nem javasolja az önbíráskodást, hanem a türelmet javasolja, az alázatot javasolja, a béketűrést javasolja, a megbocsátást, a magunkbanézést, vagy akár azt, hogy mit tudunk tanulni, mit tudunk kihozni legjobbat ebből a helyzetből. Mondhatok egy történetet? Rövid történet. Pariksit Maharaj egy királya volt a védikus társadalomnak. Nagyon emelkedett lélek, mind uralkodói képességeit, mind pedig személyiségének a tisztaságát tekintve. De egyszer egy erdőben járva elkövetett egy hibát, látott egy meditáló jógit, és ilyen viccesen egy döglött kígyót a nyakába tett, mint egy virágfüzért. De ennek a jóginak ott volt a közelbe a fia, aki szintén egy ilyen lelki erővel felruházott gyerek volt, tulajdonképpen még gyerek volt, és ő nagyon feldühödött, és megátkozta Pariksit Maharajat.
Ezért az udvariatlanságért, amit csináltál, 7 nap múlva hallj meg. Túlzó. Túlzó vád, túlzó viszonzás, túlzó büntetés, de mivel olyan lelki ereje volt, ez azt jelentette, hogy Pariksit Maharajnak meg kellett halnia 7 nap múlva. Még azt is írják a szentírások, hogy Pariksit Maharajnak olyan belső ereje volt, hogy visszaverhette volna ezt az átkot, hogy ne fogjon rajta, de nem ezt tette. Szóval, ugye itt valami felsőbb elrendezés történik, én elfogadom ezt az átkot, és azt keresem, hogy tudom a legjobban kihasználni azt a 7 napot, ami hátra van az életemben. Elvonult a Ganges partjára, találkozott a kornak a legnagyobb bölcsével, Sukadev Goswamival, és 7 napon keresztül nappal és éjjel, étlen és szomjan hallgatta őt az abszolút igazságról, az élet céljáról, hogy az embernek hogy kell önmaga tökéletesítésére és Isten szeretetére törekedni. Szóval kihozta a rossz helyzetből a legjobbat. Szóval az én javaslatom az, hogy amikor ilyen nehéz dolog történik velünk, akkor ne az elborulás uralkodjon, ne az agresszió uralkodjon, hanem nézzük meg, hogy tudjuk ezt arra használni, hogy magunkon dolgozzunk, hogy saját magunk fejlődjünk.